Megyei közgyűlés. Az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordul, hogy január 1-től újra az állam működtesse a megyei házi orvosi ellátást. Újabb körforgalom a megyében, ezúttal leveleknél vált biztonságosabbá a közlekedés. Hatósági ellenőrzések, a vállalkozások 60%-a nem tartja be a fogyasztóvédelmi szabályokat. Tervezés után megvalósítás. Rövidesen pályázhatnak a települési önkormányzatok a 2021-2027-es fejlesztési ciklushoz tartozó TOP Plusz felhívásaira. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Újra ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés, a jelenlévők egyhangulag döntöttek arról, hogy 2022. január 1-től az országos mentőszolgálat vegye át a megyei házi orvosi ellátás működtetését. Erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma dönt a következő hetekben. Hosszú idő után két rendkívüli közgyűlést követően tartott újra maratoni ülést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Miután a résztvevők elfogadták a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseteket és tárgyalásokat tartalmazó napirendi pontot, Kazsuk Attila, a Nemzeti Adó és Vámhivatal megyei adó és vámigazgatóságának igazgatója tartott előadást a hivatal 2020-as tevékenységéről. A közgyűlés elnöke ezt követően a terület és település fejlesztési operatív program eddigi eredményeiről és az idén induló TOP Plusz lehetőségeiről tartott tájékoztatást. Én azt gondolom, hogy ha visszautaznánk az időbe ezelőtt 10 évre, akkor látványos lenne a fejlődés, vagy különösen a rendszerváltás idejébe, vagy a 2000-es évek elejére, hogy mennyit fejlődött ilyen szempontból a megye. Persze sokkal fontosabb, hogy az a emberek és a családok megélhetése hogyan alakult. Én azt gondolom, hogy ebbe is javulás történt, a munkanélküliségi mutatóink elmaradnak még ugyanaz országos átlagtól, de sokkal jobbak, mint ezelőtt 10 évvel. Tehát rengeteg tennivalónk van még nyilvánvalóan, de ezt a 7 évet nyugodt lelkismerettel zárhatjuk, ezeket a forrásokat jól és értelmes célokra költöttük, és a tervezési folyamat lezárult, és rövidesen társadalmasítása is lezárult, és rövidesen megjelentek a támogatási felhívások. Minden települési önkormányzatnak elküldjük ezt az előterjesztést, hogy a polgármester kollégák fel tudja készülni a tervezéssel, hiszen november-decemberben már konkrét pályázati felhívásokkal tudunk jelentkezni. Az MSZP frakciójának képviselője Veres János is felszólalt a terület és településfejlesztési program tárgyalásakor. Az ellenzéki politikus a döntéshozatalok eddigi eljárásrendjét kifogásolta. Mint mondta, a közgyűlés egyes tagjai nem kaptak tájékoztatást a beadott pályázatok részleteiről, azok értékeléséről, de a szocialisták frakciója szerint a támogatási összegek megítélése körül ismerültek fel aggályok. Ilyen módon nem lehet döntést hozni, hiszen ez azt jelentette, hogy valaki valahol eldöntötte, amit mi nem tudunk, hogy ki és hol döntötte, hogy melyik pályázat kerül támogatásra és melyik elutasításra. Ezért én azt remélem, hogy a következő 7 éves TOP Plusz pályázati eljárásban ezt a három problémát orvosolni fogják tudni. Azaz, akik a döntésben részt vesznek, azok megismerhetik a pályázatok tartalmát, lesznek bírálók és a bírálat megismerhető. Ha ez pontozásos, akkor a pontszámok, ha szöveges bírálat, a szöveges bírálat. És amikor a döntésre kerül sor, akkor kell tudnia a közgyűlés tagjainak azt, hogy az adott célra mennyi forrás áll rendelkezésre. Ha ezek teljesülnek, akkor jó szívvel részt fogunk venni a következő 7 éves pályázat elbírálásban. A Jobbik Momentum frakció vezetője Adorján Béla az egészségügyi intézmények átalakításaival kapcsolatban kért szót a napirendeket követően. A képviselő szerint azzal, hogy a kórházak állami fenntartásba kerültek, egyre inkább romlik a megyei intézmények ellátásának színvonala. Számomra az nem elfogadható egyébként a megyei egészségügy átszervezésében, hogy minden erővel a magán útra, a magánorvosi ellátás felé terelik azokat az adófizetőket, akik a társadalom biztosítási adójukat rendre és szorgalmasan és rendszeresen fizetik. Nem jó koncepció ez. Én úgy gondolom, hogy az embereknek nem kell gyakran anyagi lehetőségeikhez mérten vállalhatatlan terhet vállalni azért, hogy az egészségüket megőrizzék. Ha valaki becsülettel és tisztességgel dolgozik és él ebbe a megyébe, akkor járjon neki a megfelelő embert megillető egészségügyi ellátás. Fontos döntés született ugyanakkor az egészségügy, pontosabban a házi orvosi ellátással kapcsolatban.
Lipők Sándor képviselő körülbelül egy évvel ezelőtt elfogadott javaslata alapján a közgyűlés már korábban tette egy ajánlást a kormánynak, hogy a háziorvosi ellátás működtetését országos szinten vegye át az állam az önkormányzatoktól. Ennek nyomán ez a döntés idén nyár elején már megszületett, de csak Hajdú-Bihar megyében. Ezt a kérdést csütörtökön újra tárgyalták a Fidesz frakció vezetőjének javaslatára a megyei képviselők. A tájékoztató napirenden belül értékeltük a jelenlegi helyzetet, és arra a következtetésre jutottunk, és hála Istennek azt mondhatom, hogy politikai hovatartozástól függetlenül egyhangulag tudott a közgyűlés abban állást foglalni, hogy ezt a feladatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kérjük Magyarország kormányát, hogy január 1-i hatállyal legyen szíves átvenni, és az országos mentőszolgálat lássa el ezt a feladatot továbbiakban a mi megyeinkben is, hiszen nagyon komoly gondokkal küzdenek azok az önkormányzatok, amelyek ezeket a feladatokat ellátják. A megyei közgyűlés csütörtökön összesen 14 napirendi pontot tárgyalt. Mint azt Sesták Oszkár elnök elmondta, legközelebb várhatóan november 25-én ülnek össze az önkormányzat képviselői a megyeháza dísztermében. Jelentősen javítja a közlekedés biztonságot levelek új körforgalma. A forgalmas csomópontban új buszöblöket alakítottak ki, megújult a térvilágítás, és a vízelvezetést is megoldották a fejlesztés keretében. A településen más közlekedést érintő fejlesztések is megvalósulnak a közeljövőben. Kétszer is körbenéz, csak utána lép az úttestre ez az idős hölgy levelek egyik legforgalmasabb csomópontjában. Szükség is van az óvatosságra, a 41-es főút és a települést Kálló Semménnel összekötő út találkozásánál kamionok is jócskán megfordulnak. Mostantól biztonságosabban haladhatnak át itt mind a gépjárművel, mind a kerékpárral vagy gyalogosan közlekedők. A település több mint 10 éve tervezte egy körforgalom kialakítását, így mondhatni mérföldkő a szerdán átadott beruházás. Az elmúlt években több, tehát gépkocsi, illetve gyalogos kerékpáros baleset is történt. Ez egy nagyon nagy forgalmú útszakasz, és itt bizony a gyalogosok, a kerékpárosok nagyon nehezen tudtak átkelni a gépkocsival kihajtani, és több közlekedési baleset is történt az elmúlt években. A fejlesztés részeként nem csak magának a körforgalomnak a kiépítése valósult meg. A középszigetek úgy kerültek kialakításra, hogy biztonságosabbá vált a gyalogosok és kerékpárosok átvezetése, megújult a térvilágítás, új vízelvezető rendszer épült, valamint felújításra került a két autóbuszöbből is. Ennek a beruházásnak a költsége 425 millió forint volt, melyet a Magyar Közút a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósíthatott meg. A program középpontjában a lakosok helyben maradását segítő különféle fejlesztések állnak. A terület és település fejlesztési operatív programnak pontosan ez a célja, hogy olyan fejlesztések, olyan beruházások valósuljanak meg, amelyek adott közösség szempontjából, legyen az egy kisebb település, egy nagyobb település, egy város, a legfontosabbak és a legszükségesebbek. És itt most leveleken, hogyha ezt a körforgalmat nézzük, akkor erre nyugodtan rá lehet mondani, hogy ez egy nagyon szükséges beruházás volt, hiszen egyrészt biztonság szempontjából is, közlekedés biztonság szempontjából is, másrészt pedig azért az itt lakók életminőségének javítása szempontjából is egy nagyon fontos és egy nagyon szükséges fejlesztést adunk át a mai napon. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, fontos része a társadalomnak a közlekedési infrastruktúra. Itt leveleken sajnos a 41-es közlekedési út annyira ketté vágta a település, hogy szinte a vízhez hasonlóan egyik helyről a másikra csak ott születtek tudtak menni. A viccet elkerülve ez a kereszteződés vezet a település egyik részére, és ráadásul arra a turisztikailag fontos létesítményre, amit Leveleki tónak hívunk, ahol a strand és egyéb szolgáltatások is üzemelnek. Azt gondolom, ennek az átjutása is a kialakított járdaszigetekkel biztonságosabb lett. A településen terben van a turisztikai centrumhoz vezető út felújítása és mellette egy kerékpárút létesítése. Az Ifjúság utca aszfaltozása pedig még idén megvalósulhat. A megyében közben 20 milliárd forint értékben végez idén útfelújításokat a közút különféle programok keretében, emellett 1,5 milliárd forint önerőből aszfaltoznak.
A fogyasztói jogokat helyezi előtérbe az év elején hatályba lépő jótállást érintő jogszabályváltozás. A bő másfél évtizede változatlan szabályozás korszerűsítésére azért volt szükség, mert a korábbi javítási és csere határidők megnehezítették a vásárlók igényérvényesítését. A sávos jótállás most a termék árához igazodik, akár kétszer-háromszor hosszabb jótállással, egyértelmű határidőkkel, valamint elektronikus jótállási jegy bevezetésével könnyítették meg a jogok gyakorlását. Ez az a formanyomtatvány, az elektronikus jótállási minta, amely minden részletszabályt tartalmaz. Az elmúlt 9 hónapban fokozottan ügyelni kellett arra, hogy a jótállási jegyen minden esetben szerepeljen a termékre irányadó jótállási idő, az eladási ártól függően. Bár jogszabály nem írja elő, de ugyanezért célszerű a vételár feltüntetése is. Keszthelyi Nikoletta, a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzései alapján elmondható, hogy 10-ből 6 üzletnek nem sikerült hiánytalanul lekövetni a megváltozott előírásokat. Korábban, tehát január 1-e előtt minden termékre 1 év volt a kötelező jótállás, de január 1-től ez már lehet 2 év, vagy akár 3 év is. Továbbra is 1 év a jótállási idő a 100 000 forintos termékekig, tehát hogyha egy termék 100 000 forintnál olcsóbb, akkor 1 év a jótállás, de hogyha drágább, akkor 2 év, illetve a következő határa 250 000 forint, tehát hogyha 250 000 forintnál drágább egy termék, akkor pedig 3 év a kötelező jótállás. Tehát ugye jellemzően az elektronikai eszközökre, háztartási, nagyobb háztartási készülékekre jellemző, és itt 3 év a jótállás. Ez egyrészt ugye a fogyasztók jogait is erősíti, másrészt pedig cél volt az is, hogy a gyártókat ösztönözzük arra, hogy hosszabb távú, fenntarthatóbb termékeket gyártsanak, tehát az 1 év kötelező jótállás után ne romoljanak el a termékek, tehát egy 3 évig jót kell állnia tulajdonképpen a gyártóknak, kereskedőknek a termékért. A jogszabály módosításnak köszönhetően kiszámíthatóbbak lettek a javítási és csere határidők. A fogyasztóvédelmi hatósághoz rendszeresen érkeztek olyan bejelentések, hogy még jótállás keretében is hónapokig kell várni például egy mosógép megjavítására, ami nagy bonyodalmat okozott. A panaszok miatt változtatni kellett. Továbbra is törekedni kell a 15 napos javításra, ugyanis ez volt a legnagyobb probléma, mert úgy szól a jogszabály, hogy a kereskedőnek törekednie kell a 15 napos javításra, és hogyha mondjuk 3 hónapig javította, akkor is joggal mondta azt, hogy ő törekszik rá, csak nincs alkatrész, vagy bármilyen egyéb oka van annak, hogy nem tudja megjavítani a terméket. De január 1-től, hogyha 15 napon belül nem tudja megjavítani, akkor a 15. napon tájékoztatást kell küldenie a fogyasztónak arról, hogy mikor várható a javítás, hiszen ugye az is probléma volt, hogy a fogyasztónak fogalma nem volt arról, hogy mikorra érkezik meg majd a kijavított termék, tehát a 15. napon már van egy kapcsolat a kereskedő és a fogyasztó között, egy információ, hogy mikorra várható, és hogyha 30 napon belül sem tudja megjavítani a terméket, akkor kötelező kicserélni, tehát a 31. napon már egy új termék jár a fogyasztónak. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az új jogszabályok betartását. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozások több mint 60%-ánál problémát jelent a helyes és érvényes jótállási jegy kiállítása. A jótállási jegy mintát bárki ingyenesen letöltheti a fogyasztóvédelem.kormány.hu oldalról. Sporttal és gazdálkodással kapcsolatos alapképzések indulnak jövő ősztől Kisvárdán. A Nyíregyházi Egyetemmel kötött együttműködés célja a régióban élő fiatalok helyben tartása és versenyképes tudással való felvértezése. Mivel a térségben van kereslet az ilyen diplomával rendelkező szakemberekre, a várakozások szerint lesz munkájuk a végzetteknek. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Nyíregyházi Egyetem. Máté Szalka után Kisvárdán is felsőoktatási képzéseket indítanak. Az erről szóló megállapodást csütörtökön írták alá az intézmény kampuszán. Ennek célja, hogy helyben képezzük a térségnek a magasan kvalifikált szakembereit. Tulajdonképpen 3 alapszakon, az edző, a sportszervezés és a gazdálkodás menedzsment alapszakokon jövőre elkezdjük a kihelyezett képzéseinket. Ehhez az egyetem biztosítja egyrészt az oktatói állományt, a Neptun használatot, könyvtár használatot és tananyagokat, illetve hát ez az együttműködés lehetővé teszi azt is, hogy a jövőben közös pályázatokban, kutatásokban részt vehessünk.
Az egyetemet Kisvárda önkormányzata és egy ottani sportegyesület kereste meg. Mivel a közösségi felsőoktatási képzési központok létrehozásával az a cél, hogy azoknak is lehetőséget biztosítsanak a továbbtanulásra, akik az ország hátrányos helyzetű régióiban élnek és településük közelében nincs ezt szolgáló intézmény, a Nyíregyházi Egyetem örömmel mondott igent az együttműködésre. A megszerzett versenyképes tudás a kisvárdai és környékbeli fiatalok helyben maradását és magas színvonalú munkavégzését, ezen keresztül pedig a gazdaságfejlesztést is segítheti a jövőben. Az induló szakokra pedig van kereslet a térségben. Egyre inkább épülnek a cégek, fejlődnek, és ehhez nyilvánvalóan kellnek a gazdasági szakemberek. A másik oldal pedig, hát van egy nagyon komoly sportélet a városban, megfelelő infrastruktúrával, oda új szintén kellnek, hogy tovább tudjunk lépni, és hogy legyen egy olyan utánpótlás nevelés, ami hosszú távon biztosítja az élő sportot. Kisvárdán több mint 4000 középiskolás tanul. A cél, hogy közülük minél több fiatalt vonjanak be a jövő ősszel induló felsőoktatási képzésekbe. A harmadik helyen végzett a szabolcsi csapat a vasúti veszélyes áruszállítást ellenőrző állomány országos versenyén. A vasúti szállítmányok hatósági ellenőrzése szigorú szabályokhoz kötött, emiatt az ellenőrzés az ország területén mindenütt egységes eljárásrend mentén zajlik. A hajdú-szoboszlói szakmai versenyen először elméleti feladatsor megoldásával és esettanulmányok kidolgozásával bizonyították tudásukat a két fős csapatok, majd valós környezetben megtartott ellenőrzési gyakorlattal folytatták a versenyt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét a Kisvárdai Katasztrófa Védelmi Kirendeltségtől Flaskár Károly iparbiztonsági felügyelő és Gerák Tibor hatósági főelőadó képviselte. A kisvárdai páros a harmadik helyen végzett a 20 csapatot számláló mezőnyben. Vereséget szenvedett Székesfehérváron a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1A csoportjának negyedik fordulójában játszott mérkőzésen 93-78-ra kaptak ki az Alba Fehérvártól. Úgy érzem, hogy nagyon jól kezdtünk, illetve nagyon jól felvettük a kesztyűt, és úgy érzem, hogy nyomást is tudtunk rakni az Alba Fehérvár csapatára az első félidőben. Sajnos második félidőben elvesztettük a fonalat, és ebből sorozatban előfordult, tehát itt a játékosok, az én felelősségem is pár apróságban, illetve pár taktikai dologban, illetve a játékosok egyéni felelőssége is, hogy megtalálják a megoldást a pályán, hiszen nem tudok minden kosár után időt kérni, nem is akarok. Nyilván nekem is fejlődni kell, ki kell, észre kell venni a hibákat, ki kell javítani, illetve ezt nem szabad, hogy sorozatban előforduljon, mert megint azt tudom elmondani, mint eddig minden meccsen. Bizonyítjuk, hogy jól tudunk játszani, egy ideig jól is játszunk, viszont meg kell tanulnunk nyerni, de ha ilyen teljesítményt tudunk nyújtani, mint az első fél időben, és ezt ki tudjuk egy kicsikét nyújtani a másik fél időben, akkor úgy gondolom, hogy előbb-utóbb jönni fog a győzelem. Két vereséggel kezdte a bajnokságot az amatőr NB1 zöld csoportjában a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláné együttese a nyitó fordulóban a Zsíros Akadémia csapatától kapott ki 80-42-re, majd hazai pályán a Kislenke Kosárlabda Akadémia csapatával szemben maradt alul 106-66-ra. Az NKS vasárnap Budapesten a törekvés ese otthonában lép pályára. Nem indult jól a szezon a nyíregyháziak számára, az amatőr NBA zöld csoportjában szereplő kosársuli keretében eleve elvétve találni felnőtt korú játékost, a rajta viszont ők is kidőltek sérülés, illetve betegség miatt. Farkasinszki Gyuláné számára így nem maradt más megoldás, mint tovább fiatalítani a csapatot, többen először léptek pályára a felnőttek között, és a rutintalanság meg is látszott az első két meccs eredményén. Megmondom őszintén, hogy azért szorosabb mérkőzésekre számítottam, de hát, hogy azt is tudni kell, hogy ez az egyik kulcsjátékosunk még a junior csapatból is sérült, mert ugye ő kerékpározás közben összetörte magát, tehát ezek ilyen maradjunk, mert teljesen negatívan kezdtük ezt az egész bajnokságot, gondolkoztunk rajta, hogy tegyük el a mérkőzéseket,
de aztán rájöttünk, hogy nincs hova tenni mérkőzést, mert ugye a bajnokságra továbbra is megy tovább, ott vannak a junior mérkőzések, ott vannak az amatőr NB1-esek, úgyhogy hirtelen beleszaladtunk itt olyan vereségbe, ami elméletileg, ha komplet csapat, vagy nem lett volna szabad, hogy vereség legyen, de hát innen szép fölállni, és nem tudok, ezzel reméljük, hogy azok a játékosok, akik ugye most léptek életükben először amatőr NB1-ben pályára, és nem kevesen vannak, mert öten vannak pontosan, akik ebben az évben debütáltak az amatőr NB1-ben, nekik azért ezt még szokni kell. Mivel a korosztályos bajnokságok is elkezdődtek, a nyíregyházi kosárcsulinál figyelni kell arra is, hogy ne legyenek túlterhelve a tanulás mellett kosarazó fiatalok. Nem mindig ugyanazok a játékosok fogják játszani az amatőr NB1-et, és amikor a kadettból föl kell játszani a juniorba, akkor azt is úgy osztjuk szét, hogy nem mindig ugyanazok a játékosok játszanak föl. Gyár Istennek, hogy abban a helyzetben vagyunk, hogy a juniorjaink szerintem megint kiemelt bajnokságban játszanak, tehát az ország legjobb 12-je közt vannak, ami úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép teljesítmény tőlük. A kadetteket azoknak sajnos nem sikerült, ott aránylag kevés játékossal dolgozunk, és akik korosztályban vannak, azok pedig nem emlékeztek el kosárra, de jó alkatú társaság. Én úgy gondolom, hogy egy-két év múlva ők is szép eredményeket fognak elérni, de per pillanat tökéletesen jó arra ez a kadett csapat, hogy azokat a réseket, amik vannak akár NB1-ben, akár a juniorban, azokat szépen tudják töltögetni, és akkor ebből tudunk építkezni. A serdülő csapatunk is elkezdett játszani, azok is nagyon, nagyon kis tehetségesek, nagyon ügyesek. Nem sikerült éppen a kiemeltbe bejutnunk, de én úgy gondolom, hogy ezek a játékosok, mivel egy alsó korosztályos serdülők, szerintem egy év múlva nekik is valahol a kiemeltek közt a helyet. Úgy gondolom, hogy szépen haladunk, ügyesek ezek a lányok, mindent megnéznek a cél érdekében, ezekből csak jó jöhet ki, ez egy egyesületnek öröm. A felnőtt csapat legközelebb vasárnap lép pályára, akkor Budapesten a Törekvés Ese otthonában vendégszerepel Farkasinszky Gyulámi együttese. Híradónk végén nézzük fő híreinket ismét néhány mondatban. Újra ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. A képviselők egyhangulag döntöttek arról, hogy 2022. január 1-től az országos mentőszolgálat vegye át a megyei házi orvosi ellátás működtetését. Erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma dönt az elkövetkezendő hetekben. Néhány héten belül az új fejlesztési ciklushoz tartozó TOP Plus első felhívásai is megjelennek. A következő 7 évben újabb 150 milliárd forint jut beruházásokra. Jelentősen javítja a közlekedés biztonságot levelek új körforgalma. A forgalmas csomópontban új buszöblöket alakítottak ki, megújult a térvilágítás és a vízelvezetést is megoldották a fejlesztés keretében. A településen más közlekedést érintő fejlesztések is megvalósulnak a közeljövőben. Megújul a tónál lévő turisztikai centrumhoz vezető út és kerékpárutat is kialakítanak mellette. Év elején korszerűsítették a fogyasztóvédelmi szabályokat, a korábbi javítási és csere határidők megnehezítették a vásárlók igényérvényesítését, idén már a fogyasztók jogai kerültek előtérbe, a sávos jótállás a javítási és csere határidők módosításával. A fogyasztóvédelmi hatósága az elmúlt 9 hónapban azt vizsgálta, hogy mennyire működik a gyakorlatban az új jogszabályrendszer. Október 7-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, és holnap este is várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Éjjel észak felől lassanként tovább csökken a felhőzet, a hajnali órákra már csak a déli országrész fölött lesz erősen felhős vagy borult az ég. Az észak-keleti északi szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul. Pénteken az ország északi felén eleinte fátyol felhős idő várható, a déli óráktól azonban mind nagyobb területen kiderül az ég. A keleti, észak-keleti szelet az észak-alföldön erős széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között várható.